Tetőfedő, ács, bádogos, asztalos, vagy éppen hídmester. Hivatások, amelyek tipikusan férfiasok. Hivatások, amelyek legjobbjai között mégis találunk hölgyeket. Olyanokat, akik sokszor az erősebbik nemet meghazudtoló tehetséggel és határozottsággal képesek a maszkulin foglalkozások nívelésére. Érdekelnek az ilyen fiús, férfias jellegű szakmák, a kihívás. 435 darab híd pontosan, és 9 darab támfal, amiért én ugyanúgy felelek, mint ezért a Völgyhídért. Hanák Tímea építőmérnök, a Köröshegyi Völgyhíd hídmestere. És ha elsőre úgy gondolják, hogy nőként ezt a pozíciót betölteni ritkaság számba megy, akkor nagyon jól gondolják. Tímea egész Európában az első és ez idáig egyetlen nő ebben a beosztásban. A műszaki felügyelet, amit tulajdonképpen a hídmester végez. A feladata a rengeteg papírmunka és dokumentáció mellett az, hogy a híd állapotát folyamatosan figyelje. Közel 2 kilométer hosszú hídról van szó, és ami teljesen járható, tehát teljesen üreges az egész, a pillérek, a felszerkezet, minden, és ezt szemrevételezés alapján nekünk folyamatosan nézni kell. A szabályzat szerint az egész viadukt ilyen jellegű vizsgálatát 1 év alatt kell megtenni. Mindent a legapróbb részletekig meg kell vizsgálni. A betonfelületet, annak tartozékait, a lépcsőt, járdát, korlátokat, a dilatációs, valamint a saru szerkezetet. És mivel tényleg sok a munka, ezért Tímeával el is indulunk az aznapi vizsgálatra. Beérkeztünk a hídba, a 17-es hídfőben vagyunk. Az 1872 méter hosszú és 88 méter magas viaduktot 2007-ben adták át. 120 ezer tonna betont és 90 ezer tonna beton acélt használtak fel, amint egy 3 éves építés alatt. De itt a beton rengetegben hagyja magát a kérdés, hogy mi a vonzó mindenben egy bájos hölgynek. Nekem édesapám is mérnök, és szerintem ez így genetikailag belém van kódolva, hogy egyszerűen, logikusan, józan paraszt észre gondolkodva, vagy élve, nem is volt talán más út, hogy én esetleg más irányt válasszak. Tímeával bevetettük magunkat a hídfő mélyébe, ahová mindjárt vissza is térünk, de most menjünk inkább egy kicsit magasba. Kunu Lenke tetőfedőként dolgozik, azon kevesek egyike, aki a gyengébbik nem képviselőjeként űzi ezt a nem éppen könnyű fizikai munkát. Az egész 20 éves korában kezdődött. Egy baráti társasággal utaztak vidékre, ahol a fiúk feladata volt egy ház tetejének felújítása. Első nap már fölkerültem a tetőn, a második nap azt vettem észre, hogy én irányítottam a munkát. Lenke ösztönösen látta át az egész feladatot, akkor még tetőfedői képesítés nélkül vált amolyan művezetővé. Onnantól kezdve egy kicsit felügyeltem a fiúkat, aztán egyszer csak kaptam egy kalapácsot, és akkor én is ott elboldogultam a fiúk között. Másnap meg már ugyebár én kezdtem el vezényelni a dolgot. A szakember, aki nyugodt lelkiismerettel kijelenthetjük, hogy az ország egyik legjobbja, azóta folyamatosan képzi magát. Tetőfedő, bádogos, ács, de dolgozott korábban lakatosként, sőt cukrászként is. Az igazi kiteljesedést azonban itt a magasban éli át. Ez egy csoda szép, amikor az ember azt látja, hogy egy nagyon csúnya, romos, hajlott szarufákkal rendelkező épület, vagy egy nagyon csúnyán meghajolt létszezet van már, ami el van öregedve, és egy gyönyörű új épületet lát, amikor gyönyörű színben vannak a szép cselepek berakva. Tehát az alkotás öröme teszi elégedetté. Nőként mondhatni fehér holló a szakmában, így szinte megszokott, hogy nem a szokványos szituációk adódnak egy-egy telefonos munkafelvétel alatt. Úgy köszönt el igazság szerint, hogy köszönöm szépen uram, és arra gyorsan belevágtam, és mondtam nem uram, hanem hölgyem. Nem tetszett figyelmesen elolvasni, hogy tetőfedőnél építőipari Kft. És Kunu Lenke? Azt mondja, hát nem is tudom, mit gondoljak. Hát mondom azt, hogy egy hölgyel beszél. De hát azt mondja, hogy ilyen erőteljes hangja. Mondom, igen, mondom, a szakmáim is erőteljesek. Mint ahogyan első látásra az asztalos szakma is inkább erőteljes, nem nőies. Bár ebben a hivatásban a művészi véna is kidomborodhat. Van egy végeredmény, ami kézzel fogható, amivel tudod, hogy
mi volt a munka a folyamat mögötte, az, hogy ezt te csináltad, az izzadságos, jól végzett munka öröme, az egy nagyon katartikus élmény. Janota Orsolya projektmenedzserként dolgozik. Kollégáival olyan workshopokat szerveznek, ahol a faipar szépségeivel lehet megismerkedni. Egyre több olyan fiatal, egyébként értelmiségi, városi pályát váltó van, akinek minden adottsága meg lenne ahhoz, hogy valamilyen egyetemi vagy irodai irányba dolgozon, és mégis inkább azt választja, hogy asztalos legyen. És hogy kik? Talán meg sem lepődünk a válaszon. Főleg hölgyek vannak. Azt mondhatjuk, hogy 60-70%-ban hölgyek vannak. Valószínűleg ez azért van, mert a hölgyek kevésbé voltak tanítva ilyen dolgokra talán gyerekként, tehát mondjuk technika órán sem, meg egyáltalán otthon sem, kulturálisan nem ez a jellemző. Sok hölgy ezzel kezdi az elején, hogy hát én még nem csináltam ilyet soha, én ezt nem értek, én biztos béna leszek. Ehhez képest persze ugyanolyan szépen, ügyesen meg tudják csinálni. De ha valaki kedvet kap, akkor a kreativitását, a megszerzett tudását és kézügyességét a bútorfestésben vagy újraértelmezésben is kiélheti. Sőt, meg is mérettetheti magát és az általa felújított tárgyat. A Paksi Atomerőmű alkotó energia pályázatának pont ez a célja. A környezetünk megóvása, a kreatív közösségek megismertetése, valamint a csináld magad mozgalomra való felhívás. A pályázatra jelentkezni pedig december 31-éig lehet. A kreatív ötletek után egy-két gondolat erejéig térjünk vissza a Völgyhíd beton rengetegébe. Tímea éppen azt mutatja, hogy a viadukt a hőingadozás hatására mekkora mozgásra képes. Itt látszik is a lemezen, hogy a nyári időszakban nyilván a tágulás az mennyire jött ki itt a lemeznek a középső részén. Tehát, akkor maga a híd, és az itt volt. Akkor. Igen, az itt volt, így van. Most a hidegebb idő hatására pedig a műtárgy zsugorodik. Egyébként a szerkezet közel másfél méteres mozgásra képes. Európa egyetlen női hídmestere természetesen tökéletesen elégedett munkájával. Szakmai kihívások, felelősség és persze kiváló kollégák veszik körül. Kollégák, akik főleg férfiak, amit Timi egyáltalán nem bán. Sokkal könnyebb férfiakkal dolgozni, mert hogy nincs az a rivalizálás, vagy nem tudom esetleg, ami nők között lehet. Azt hiszem lassan elfelejthetjük a kifejezetten női és férfi szakmák szerinti felosztást. A most megismert hölgyek ékes bizonyítékai annak, hogy a gyengébbik nem is tökéletesen helyt tud állni a férfiak között. Legyen az életre szóló hivatás, vagy éppen hobbiként űzött kreatív tevékenység, amellyel alkotó energiájukat tudják kiélni.